Magyarország tortája 2011-ben a kecskeméti sárga barackos köles torta lett. Ezt fogjuk most elkészíteni, házi asszonybarát verzióban. Használni fogjuk a tortaformát, ebből most előkészítem először a tortagyűrűt. Szilikonpapírba kell csomagolnom, de szükségem van egy sütőpapírra is, különben nem fogom tudni rámelegíteni a karikára. A szokásos körkörös mozdulattal ráhajtogatom a papírt, megfeszítem, és körbe-körbe együtt szépen lezárom. Közben feltettem forni vizet, illetőleg előmelegítettem a tejet, vaníliarút kikapart belsejével és egy kevés sóval. Kicsit előáztatom, előfőzöm a kölest. Ez folyamatos keverkedés közben kicsit előfőzöm. Utána szükségem lesz majd még a sütéshez lemmaglisztre, az lemmagfehérre, mandulalisztre, áttört túróra, van még itt egy kis cukrom, lereszeltem egy citromnak a héját, 60 g vajon van még és 3 darab tojásom. A kölest addig főzöm elő, míg egyet forr a víz, aztán érdemes egy szűrőben forró víz alatt átmosni. Felforrt a vízünk, ennyire elég lesz. Bekészítettem ide egy szűrőt, és kicsit átmossuk. Kiabítjuk az edényt, az összes, ha szükségem van. Úgy ennyire elég lesz. A tejem ugye közben előmelegített, tejet előmelegítettem közben. Benne van egy vaníliahúdnak a magjai, és egy csipet só. Ő bele megy vissza most a köles, és folyamatos keverés mellett jó puhára főzöm, utána fog csak belekerülni a vaj, a cukor és a citromhéj. Hát ez egy olyan jó 15-20 perces folyamat, amíg itt kevergetem, úgyhogy mindjárt visszajövünk. Megpuhult a kölesünk, kevergetés közben érdemes az oldalát folyamatosan körbe kapirgálni, ugyanis amit fölkenünk az oldalára, az odasül és ropogós marad a kölesben. Hát egyféleképpen tudom ellenőrizni, egy kis kanál és kóstolom. Jó lesz? Ilyenkor megy bele a cukor, a vaj és a reszelt citromhéj. Egyszerűen csak elkeverem. És ez a köles alap, amit lefőztem, ez az alapja a piskótának is, és a krémnek is. Kimérem belőle a krémnek való részt. 500 g. Jó lesz. Jó. Tehát ez az a rész, amiben bele fog menni majd még a tejszín, a barack. Őt tehát ki kell hűtenem. Érdemes letakarni mondjuk egy fóliával. Ha nem takarnám le fóliával, akkor lenne egy bőrrétege, és a száraz lenne benne. Tehát vissza a köles alaphoz, félretettük a krémnek valót, és ebbe belekeverem a lemmagpehelyet, a mandulalisztet és az áttört túrót. Most már olyan 80 fok alatt van, mehet bele a tojás. És az előbb készített tortakarikára, ugye amiben benne van a szilikonos papír. Ezt egyszerűen beleöntöm. És mehetünk sülni. Okay. És sülünk. Az eredeti receptben sárgabarac sűrítményt használunk. Ez ugye nehezen beszerezhető otthon, úgyhogy lefőzünk most egy sárgabarack köntetet, és ezt fogjuk használni ízesítésképpen. Hogy össze tudjam túlmixolni könnyebben a botmixerrel, kicsit felkockázom, és egy kevés cukorral összefőzöm. Egy picit teszek félre, ezért, így darabolva, mert úgy is szeretnék beletenni a krémbe. Tehát össze túlmixolom, és el is kezdem közbe főzni. Felforraltam a barackot, jól összetúrmixoltam, jött bele egy kis cukor, ízlés szerint, de inkább keveset. Cukorral újra forralom egy kicsit, ő készen is van. Közben a sütőben bekapcsoljuk a nedvességtartalomcsökkentő programot. Pont a sütési idő felénél vagyunk, ilyenkor érdemes pályátlanítani. Megsült a köles piskóta.
néha kicsit hajlamos meglepedezni, ettől nem kell megijedni. Azonnal kivágom egy éles késsel, feszítem a kést a tortakarika széléhez, le is vehetjük a tortagyűjt azonnal, és akár ki is borítom rögtön egy rácsra. Úgy, és elviszte kihűlni. Kihűlt a félretett köles alapunk, kihűlt a köles piskótánk, a öntetünk is kihűlt, főzünk egy kis zselatint, használhatunk napzselatint is, az a jobbik, én most sajnos nem kaptam, úgyhogy felforraltam a vizet, beleteszem a porzselatint, alaposan elkeverem. Előkészítjük a szilikontorta formát, kifújjuk egy formaleválasztó sprével, ha nincsen ilyenünk, akkor vékonyan kenjük ki olvasztott vajjal. Nem kell vastagon, mert ez a fajta torta nem igazán ragad bele, és az összetevőket egyszerűen egybe kaparom. Nagyon jó kihűlt a köles alap, amit félretettünk, ugye ez a fél kiló, amit a főzés után kimértünk. És ő belejön az öntet, nagyjából ennyi, még egy picit, jó, teszünk bele tejszínhabot, érdemes majd habverővel dolgoznunk inkább, forró zselatint már is rátehetjük, akár már most, úgy, és habverővel gyorsan összekeverjük. Ebben a stádiumban még érdemes utána kóstolnunk. Én még egy pici öntetet rakok bele, hogy határozottan jobb a színe is így. Most van a betöltés része. Tehát az előkészített szilikonforma, beleborítjuk a kikevert anyagot. Elkenjük a darabolt sárga barackot, beleszúrjuk, jusson mindenhová. Ezért nem kevertem bele habverővel, mert szeretném, hogyha nagy darabokban lenne benne. Ilyenkor nagyon fontos az, hogy a formának a kis hézagaiba belenyomkodjuk, tömörítsük, különben buborékos lesz, amikor kifordítjuk belőle. Tehát végigmegyek a járatain egy habkártyával, egy fakanállal, én most egy hablapáttal dolgozom. Elsimítjük nagyjából a tetejét, és ezután ütögetéses tömörítés következik. Érdemes egy tárcát tenni alá, lefogni a gyűrűt, és oda ütögetni az asztalhoz. Ilyenkor a buborékok látom, hogy feljönnek a felszínre. Így lesz a legsimább a tortánk. Jó, látom, hogy az már rendben van. Jöhet rá a kihűlt köles piskóta. Úgy, elsimítom egyenesbe, lehúzzuk a fölösleget. Nagyjából egy mínusz 18 fokos hűtőbe teszem be, és körülbelül 2 óra múlva fogom kivenni, akkor le fogom tudni választani már róla a formát. Kifagyott a tortánk előképpen. Előkészítettem díszítésnek friss sárgabarackot felezve, betöltéshez apróvágott sárgabarackot, és itt van még a sárgabarack öntetünk. Leválasztjuk a formát. Nagyon szépen lejön, és el kell még távolítanunk a fémgyűrűt. Őt a legegyszerűbb, hogyha olvasztásos módszerrel rámelegítünk, és akkor szépen le tudjuk húzni, és akkor nem sértjük meg a habnak a szélét sem. Ha nincsen ilyen szakács fákjánk, akkor egy forróvizes konyharuhával, illetve hogyha betesszük egy pár órára pluszos hűtőbe, akkor magától le is csúszik a karika. Mi most ilyetünk, hogy gyorsan szeretném szedni róla. Szépen lejön. Az öntet betöltéséhez egy csős, hát nekem ilyen előkanalam van hozzá, ami csörösebb, az jobb lenne. Kis apró rágott barac darabokat szórok bele. Ez az eredeti receptben nem szerepel, de én szeretném egy kicsit még feldobni. És ugye ez a formának a lényege, hogy kapunk ilyen kis üregeket, amiket különböző töltelékekkel, vagy akár egy gyümölccsel megtölthetünk, és elkészíthetjük úgy is, hogy akár különböző üregekbe különböző töltelékeket teszünk. Észrevehető még, hogy nem annyira sárgás a színe ennek, mint ami az eredeti receptben szerepel. Ugye nem használtunk bele sárga barack pasztát, és ettől nincs annyira elszíneződve. Az eredeti verzióban a csokoládé díszt azt kikenjük lapra, háromszögekre fölvágjuk. Én most a valódi csokoládét ilyen pasztilla formájában fogom csak ráhelyezni. Nem akarok most játszani
a temperálással, szerintem otthon se szeretne más. És az utolsó díszítés, díszítő eleme a felezett sárga barack.